Évtizedekkel ezelőtti látkép, mely Jászberény, Pusztamonostól és Jászágó 3-as határában volt megtalálható. Sokan emlékezhetnek a jászsági rádiótornyokra, melyek a korabeli felmérések alapján itt voltak a lehető legjobb helyen. A sugárzó állomás a hazai műsorszórás fejlődésének egyik fontos állomása volt, amikor 1974-ben elindult, az volt a célja, hogy a távolabbi kontinensekre rövid hullámon elsugározza a magyar rádió műsorokat. 1965-ben elvi döntés, 69-ben helyszíni munkák, 72-től pedig a szakmunkák is elkezdődtek a kiválasztott helyszínen. A kiszolgáló épületeken túl a vasszerkezetű antenna tartó tornyok helyszíni szerelése is elindult. A leírások alapján a 30 darab vasszerkezetű torony Y irányba helyezkedett el, a magasságok 25 méter és 165 méter között volt. Az adóállomást 7 kilométer hosszú kerítés vette körül. 1974. november 4-én megtörtént az ünnepélyes üzembehelyezés, a teljes beruházás 550 millió forint volt, ebből a híradástechnikai berendezések 300 millió forint. A következő 3 évtizedben pedig működött az állomás. Ezek pedig már a 12 évvel ezelőtti lekapcsolás pillanatai. Azóta a földi sugárzó az Antenna Hungária tulajdonából egy magánszemélyhez került, aki szeretné hasznosítani a területet, ezért az állomás maradékát is fel kellett számolni. Az elmúlt hetekben többször szűrődött ki a védett területről robbanások hangja vagy a ledülő tornyok moraja. Stábunk az utolsó tornyok ledőlését kísérhette figyelemmel. A részben átvágott vasoszlopok még tartó részeit robbantották be, melyet az illetékes hatóság és egy-két meghívott vendég is megfigyelhetett. 100 méter alatti tornyokat, antennatartó tornyokat a szlángvágással, biztonsággal meg tudták oldani, de ezeket a 100 méter fölöttieket már abból eredően, hogy bizonyos korrózió is érte ezeket a szerkezeteket, nem volt biztonságos, úgy döntöttek, hogy le kell robbantani. A szakemberek nagy alapossággal helyezték el a Semtex robbanóanyaggal töltött fémvágó tölteteket a már részben előkészített 156 méteres utolsó vas szerkezetek lábánál. A tartókábelek elvágása után már csak a robbantás következett biztonságos távolságban a repeszektől. A figyelmeztető sziréna hangja után már csak a visszaszámlálás maradt a gyújtásig. A tervezett robbantás jól sikerült, komplikáció nem adódott, és a rádiótorony a megfelelő irányba dőlt el. A területen pedig hamarosan elindul a tervezett napelem park telepítése.